Közel 20 évvel ezelőtt a jelenleg 2Check néven tevékenykedő Illusion Software ellentmondás nem tűrő lendülettel rúgta be az ajtót. A maffia nyers és szórakoztató módon idézte meg a 30-as évek szervezett alvilágát, ahol a szabályokat betartva is könnyedén a halakkal lehetett ébredni. Ezért is gerjedtek be a rajongók a felújítás hallatán, ami azonnal csalódottságba is csapott át, mikor kiderült, hogy a harmadik részt is fejlesztő Hangar 13 csapatát bízták meg a fejlesztéssel. Ajjajjajjaj, itt azt mondom, fájt kaptam is egy hatalmasat. Itt meg kell beszélni dolgokat, ugye? Úgy látom, hogy igen. Tárgyalás zajlik? Tárgyalás zajlik, közben szarad hátul rohangált, hogy néztem. Be van szarva? Be van szarva. Szépen adjál neki. De miért nem veszel elő egy baseball zitőt? Jóska gyerek, adjál neki! A kurva anyád, mit most pofázzál? Jóska gyerek, most pofázzál! Konkrétan lefejezzük a ládát is. Nem az ember sikerült. Hát ilyesmi bugokra gondolok. Hol és még? Mindig folytogató. Hoppá! Megjött a bézózítő. Hát kurva nyádat, Jóska gyere! Most pofázzál! Ott van, mondta is. Mondta, mondta is adagadt, Jóska. Zsír Jóska, adjál. Csókolom. Na jó, a néni, aki így olaszul kicsit elküld minket a picsába. És ott van, mondja fia, hogy ott van az asztalon, mama, add oda neki. Ja, lóvér jöttünk. Így most van, most begyűjtő körút van, mami, és lóvét. És még így be is mutatott, hogy takarodja a picsába, úgyhogy ilyen jó, szívélyes fogadtatás van. Még jó, hogy adatta a lóvét, nem azt mondta, hogy természetben fizetni. Hú, ja. Azt mondtam, hogy levesz itt minket, akkor tébla a virágon. Lehet, hogy game over lett volna. És fekete. Fatal error. Fatality lett volna. Vagy Sopality? Valami ilyesmi lett volna. Ez kemény lett volna, ez biztos. Van, hogy itt... Egyik kirakta volna a fogát, és volna... Gyere! Itt a jusson! Van ilyen stealth kill valahogy, de ilyen, szóval ilyen odarepülsz, és hát igen. És villogunk. Nem jó helyen kaptam el. Igen, ez a szokásos Hangar 13 probléma. Hopp, rossz gombot nyomtam. A töltény felvésé. Nem kell idegeskedni, nyomd fel nyugodtan, csak így. Nem kell. Nyomtam egy Spencert véletlenül. Ez nagyon ügyes volt, Tomi, köszönöm szépen. És azt mondta, hogy 7 displays, oké. Okay. Ami nagyon szembetűnő, és a PS4-nél volt gond, hogy majd fogod látni, hogy a fő itt most itt töltődik, így folyamatosan töltődik. Ha jól olvastam, ez PC-n és Xbox-on nem látható. És nő a fű. Ez nagyon-nagyon béna szerintem, de... Ez a nagyon béna. Igen, úgyhogy ilyen szuper fű növés van. Szerintem Randy bácsi a South Shore örült volna a Böcsület Farmon, hogyha a Böcsület Gancsa ilyen gyorsan ment volna. Az eredeti játék legnagyobb erőssége a hamisíthatatlan maffia sztori volt, amely a filmekből kölcsönvett klisék ellenére is működött, így jó döntés, hogy nem piszkáltak nagyon bele, csupán polírozták az alapanyagot, eltüntetve a logikai bakikat és a szereplők személyiségét kicsit árnyalták, így a motivációk sokkal tisztábbak lettek. Mivel a fejlesztők mindent az alapoktól húztak újra, minden karakter másképpen fest és más hangon szólal meg, ez azonban egy idő után szerencsére megszokható. Az újjáépített Lost Heaven fergetegesen néz ki, és megmaradt az eredeti játék freeride módja is. A játék mechanikája alapvetően a harmadik rész öröksége, annak minden jó és rossz oldalával együtt. Irányítás tekintetében a könnyebb kezelhetőség volt az alap, ugyanakkor lehetőség van a nehézségi szint skálázására. A járművek viselkedése sajnos ezúttal sem az igazi, kanyarokban megy az ideges viháncolás, a fegyverhasználat meg legalább olyan idegesítő, mint a harmadik részben, fedezékrendszer ide vagy oda. Megjelent az ökölharc is, így alkalomottán odabaszhatunk egyet, ha nagyon szorulna a nyakunk körül a hurok. Újításként sunyogni is lehet, bár az annyira kezdetleges, hogy túl sok élvezet nincsen benne. A felújítás messze nem olyan kiábrándító, mint a harmadik felvonás volt, azért ezúttal sem sikerült teljesen hiba nélkül teljesíteni a feladatot. A PC változat esetében a fizikai motor alkalomattán bizony térdre kényszerült, találkoztunk aszfaltba olvadó vagy helyben pörgő kocsikkal is.
Kicsit olyan, mint egy régen nem látott csajod, akinek mosolya és mozdulatai ismerősek, de mégis idegenként áll előtted. Ettől persze lehet a felújított felvonást kedvelni, de ha valaki a régi címet szeretné új ruhában viszont látni, hát az csalódni fog.